fejlesztések Záhonyban, korszerűsítik az óvodát, a bölcsődét és egy szociális központot hoznak létre. Célpontban a takarékosság, energetikai beruházásokat terveznek Tiszanagyfaluban. Különleges születésnap, a 102 éves Zsófi nénit köszöntötték az Ibrányi idősek otthonában. Krisztus mennybe menetele után 10 nappal a tanítványok összegyűltek, majd hatalmas szélvihar támadt, a Szentlélek pedig lángnyelvek formájában megjelent közöttük. Ők pedig különféle nyelveken kezdték prédikálni az evangéliumot, az örömhírt. Pünkösdre emlékezik ilyenkor a keresztény világ. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Pünköstkor nem csak a Szentlélek megjelenésére, hanem az egyház születésnapjára is emlékezünk. A Biblia szerint ugyanis ekkor Péter apostol prédikálni kezdett, beszédére sokan odafigyeltek, létrehozva ezzel az első keresztény gyülekezeteket. Ekkor mindjárt beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Krisztus mennybe menetele után 10 nappal következik el Pünkösd. Ekkor szállt le a földre a Szentlélek a tanítványokhoz, akik a bibliai idézethez híven különféle nyelveken kezdték el terjeszteni az evangéliumot, az örömhírt. A pünkösd egyben az egyház születésnapja is. Az egyház születésének a napja így minden más felekezettel összeköt bennünket, és nem csak az keresztény felekezettekkel, hanem a zsidósággal, mert ugyan a pünkösdnek is van egy zsidó háttere, a Peszák, ugyanígy ennek az ünnepnek is a sávó a hetek ünnepe, ami aratási ünnep. Szóval tulajdonképpen a Szentlélek kitöltésének az ünnepe, amikor a tanítványok együtt voltak, imádkoztak Jézus mennybe menetele után, Jézus mondta, hogy maradjanak együtt, és erőt kapnak, amikor megjön a Szentlélek, és tanúi lesznek Jézusnak, és mindannak, amit ő tanított, aki volt, amit ő tett. És Péter azon a napon, éppen azért, mert zsidó ünnep volt, rengetegen voltak Jeruzsálemben, elmondott egy egyszerű bizonyságtételt Jézus Krisztusról, arról, amit ő tett értünk, és 3000 ember kérdezte meg azt, hogy mit tegyünk, mit cselekedjünk. Tehát a Szentléleknek ez a munkája, hogy megérinti az embert, személyessé teszi az Isten hívását, és akkor alakult meg az első gyülekezet ebből a jeruzsálemi közösségből, és aztán azóta van ennek folytatása. A hit megerősítése a Szentlélek munkája. A Szentlélek tüzének szimbóluma a piros oltárterítő. Pünköstkor az istentisztelet témája a Szent Háromságra irányul, annak harmadik személyére, a Szentlélekre. Leginkább arról, hogy a Szent Háromságnak a harmadik személye, a Szentlélek, vagy Atya, Fiú, Szentlélek, hogy kicsoda ő, és mit cselekszik. Nagyon nehéz nekünk megfogni egyáltalán a Szent Háromság, neki titka van, de Isten mégis így nyilatkoztatja ki magát, és a Szent Háromság, Szentléleknek a munkájáról. Tehát, hogy saját eszünkkel nem tudnánk Isten igazságait felfogni, hanem Isten megvilágosítja a Szentlélek által az értelmünket. Tehát az ember érzi, hogy vannak problémák az életében, sokszor túlságosan önmaga körül forog. És ezt lehet, hogy néha ilyen partikuláris kérdésnek érzi. És a Szentlélek megvilágítja, hogy ennek van egy oka. Tehát, hogy az ember a sötétségből jön, de tarthat a világosság felé. Tehát ez az egyik, hogy meggyőz arról, hogy szükségem van szabadításra. Aztán a Szentlélek meggyőz arról, hogy az Isten jó, az Isten a legjobbat akarja nekem, és amit Jézus Krisztus értem, tehát, hogy meghalt értem a kereszten, az rám is vonatkozik. És ebből a szempontból nagyon fontos evangélium írja le, hogy a Szentlélek addig nem jött el, míg Jézus Krisztus meg nem dicsőült. Tehát Jézus Krisztusnak a megdicsőülése az, hogy megtette azt, amit az Atya kért tőle, hogy meghalt értünk a kereszten, hogy a bűneinket hordozza, hogy megnyissa az ajtót a menny, az Atya közelébe számunkra, megtisztítja a lelkünket, hogy a mi testünk a bennünk lakó Szentléleknek a temploma lehessen. Pünköstkor vesznek elsőként úrvacsorát a protestáns egyházakban azok a fiatalok, akik éppen egy héttel korábban tettek tanúbizonyságot hitükről. A pünkösdi ünnephez illő különleges születésnapot szerveztek a vármegye, de talán az ország egyik legidősebb emberének. Az Ibrányi Fekete Gyuláné a napokban töltötte be a 102. életévét. Zsófi néni a Nyírségi Református Egyházmegye idősek otthonában él, ahol családja mellett a város polgármestere és a térség országgyűlési képviselője is meglepte. Boldog szüli napot, boldog szüli. Boldog szüli napot, Zsófi néni, boldog
Különleges ünnepség az Ibrányi idősek otthonában. Fekete Gyuláni Zsófi néni kivételes kort ért meg, 102. életévét töltötte idén májusban. A család legidősebb tagjának köszöntésén az egyik legfiatalabb is részt vett. Nem gondoltam, hogy eljönnek a család. De mondták a nevérek, akik jöttek, hogy fognak jönni az unokák. Jaj, mondom, de én, mert nem láttam még a kicsit. A kicsit nem. A nagyobbikat már azt láttam, de a kicsit nem. Aranyosak. Az ünnepeltet a helyi általános iskola tanulói és a bentlakók műsorral is köszöntötték. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet a nagy világon nincs. Az élet úgy is tova száll, a sír magába zár. Szeressük egymást, gyerekek, hisz minden perc éltár. A mai nap attól különleges, hogy intézményünk közel azt mondja, most már mondjam azt, hogy 19 éves történetében először fordul elő, hogy 100 éven felüli ellátottat tudunk köszönteni. Zsófika néni, aki 2011. július 2-a óta lakik az intézményünkben, és most van először, hogy egy ilyen székkort megélő hölgyet tudunk köszönteni időseink és természetesen az intézményünk részéről. A köszöntésre a városvezetés mellett a térség országgyűlési képviselőjét is meghívták. Nagyon nagy dolog ez, véleményem szerint, hogy valaki több mint 100 évet él. Tulajdonképpen Zsófi néni 1921-ben született, és az első világháború után végigérte a 20. századi történelmi fordulópontokat, és már most a 21. században is itt vagyunk, és még úgy hallottam, hogy szellemileg teljesen friss, egy kicsit már nagyot hal, meg a lábai gyengébbek, na de hát a jóisten adománya, hogy ilyen hosszú életet élt, és azt hallottam, hogy a családjában volt, aki 101 évet megért, tehát genetikailag biztos, hogy ezt örökölte, és maga az a nyugodt életstílus, amit itt tapasztaltam, és az a szeretet, az biztos hozzájárult ahhoz, hogy ilyen hosszú időskort megért. A református egyház fenntartásában működő intézmény lelkipásztora valamennyi a parókián fellelhető dokumentumot kikereste, melyek Zsófi néni életének fontos eseményeiről szólnak. Az anyakönyveink, amelyek elsőrenden arról szólnak, hogy ami az egyházközségünk történelmét megörökítette és fellelhetővé tette, hál' Istennek viszonylag éppen megmaradtak. Azért mondom viszonylag, mert a 19. század közepétől hiányosan vannak meg, de abból az időszakból, ami Zsófi nénivel kapcsolatos, Istennek legyen hála, természetesen megőrzésre kerültek. Megtaláltuk azt az anyakönyvet, amelyben a keresztelési bejegyzése található. Megtaláltuk azt az anyakönyvet, amelyben a konfirmandusok szerepelnek, és ő is szerepel a kortársai között. Felleltük azt az anyakönyvet, amelyben a házasságkötésnek csodálatos pillanata volt megörökítve. Fekete Gyuláni Zsófi néni 1921-ben Ibrányban látta meg a napvilágot. Egész életét a településen töltötte. Jelenleg ő a város legidősebb lakója. Folytassuk Záhonyban, ahol több mint 1 milliárd forintból gazdálkodik idén a városi önkormányzat. A működés mellett fejlesztésekre is fordítanak a pénzből, korszerűsítik az óvodát és a bölcsődét, szociális központot alakítanak ki, és utakat újítanak fel. Hemeci László polgármester televíziónknak azt mondta, még mindig sokan érkeznek Ukrajnából, de már kevésbé a menekültek, sokkal inkább a Kárpátaljáról ingázók jelennek meg a határvárosban. Húzzátok ki a vízből, és tegyétek a megfelelő címkével jelölt teherautóba az őszintén. Ebben a csoportszobában digitális oktatójáték segíti a játszva tanuló gyerekek fejlődését, közben a többiek már készülnek a szabad levegőre és az ugráló várba. Záhony polgármestere azt mondta, az idén 34 éves város lélekszáma 4300, aki között 100 óvodás és 25 bölcsődés korú gyermek van. Helmeci László úgy fogalmazott, az orosz-ukrán háború miatt a településre számos fiatal család is költözött Kárpátaljáról, így el tudják indítani az óvodás és bölcsödés csoportokat.
A Hétszín Virág óvoda és bölcsőde komplex korszerűsítésére az önkormányzat 377 millió forint támogatást nyert, amelyből kívül-belül meg tud majd újulni az épület. A teljes belső gépészeti felújítás megtörténik, tehát a víz, villany és hűtés rendszer átalakítása a kazánház utáni részen, valamint a burkolatok cseréje fog megtörténni. A terasz az kap egy árnyékoló felületet, ahol a nyári jó időben a gyerekek akkor tudnak kint is aludni. Lesz egy mini ovi focipályánk, ami szintén nagy szükség lehet rá, mert elég sok gyerek focizik az óvodából. Az udvar korszerűsítése megtörténik, és hát most már mindenki óvodába kocsival jön, tehát ami a legnagyobb problémánk a parkolási lehetőség. Kapunk 14 új parkolóhelyet, úgyhogy ez is segíteni fog arra, hogy a reggeli és az esti csúcsforgalomban egy kicsit könnyítsen ezen a városrészen. A polgármester azt is elmondta, hogy a helyi általános iskolába 340 diák jár, akik közül 80 tanuló a környező településekről érkezik. A város demográfiai adatai szerint közel 1300 nyugdíjas él Záhonyban. Ez valamivel több, mint a lakosság harmada. A mintegy 1,3 milliárd forint értékű nyertes pályázataiból az önkormányzat egyebek mellett fejleszteni fogja az idősek nappali ellátását, és egy szociális központot is ki fognak alakítani. Tavaly ősz végén és az idén tavasszal kaptunk értesítéseket a pályázatokról. Közel 1 milliárd forintnyi pályázati forráshoz jutott a város. Lesz egy idősek nappali ellátása és egy szociális központ kialakítása egy most nem használt kisiskolában, egy régi iskolában. Egy városrészben meg tudjuk újítani 200 millió forintért az utakat, és az óvoda felújítás az, ami most még folyamatban van. Valamint van még egy BMS pályázatunk, ahol egy önkormányzati fűrészüzemet szeretnénk kialakítani. Ennek a tervezése, közbeszerzése folyik most. Tehát akkor, ha összeadom, akkor összesen 1,3 milliárd forint, ami most a városba került. Helmeci László a menekültekkel kapcsolatban hangsúlyozta, az Ukrajna felől érkező forgalomnak ma már csak kis hányada érkezik a háború sújtotta területekről. A polgármester úgy tudja, a többség Kárpátaljáról jön, és vagy ingázik, vagy rokonlátogatásra jön. Tisza Nagyfaluban is elsősorban a biztonságos működésre törekszik a helyi önkormányzat, beruházásokra azonban így is jut forrás. Elsősorban energetikai felújításokra költenek, hogy a tavalyihoz hasonló energiaválság ne okozzon pénzügyi problémát a településen. A polgármester azt tervezi, hogy a helyi művelődési házat is korszerűsítik. Pilagúria a távolban a nagy Morotva melletti sétányon, ahol a libák is szívesen totyognak a jó időben. A tó 4,5 km hosszú, 200 méter széles és körülbelül 1,8 méter mélységű. A távolban alig 3 kilométerre már a tokai Nagykopaszhegy is jól látszik, még felhős időben is. Ez a mesébe illő táj Tiszanagyfaluhoz tartozik, ahol a sétány kiépítése 2022-ben fejeződött be több mint 8 millió forintos Európai Uniós támogatásból. A településen azonban más fejlesztések is megvalósultak. Új létesítményettől az évtől a bölcsőde. Nagyon örülünk, hogy kis településként 12 főcsoportos bölcsődét tudtunk az előző évben átadni, és ebben az évben már egész évben működik. 2022. szeptember 1-től kezdte a működését. A költségvetés fő összege közel 615 millió forint. Ennek nagy részét sajnos a személy jellegű kiadások adják, de azért beruházás is van benne. Többek között ezeket pályázatból szeretnénk megvalósítani. Előző években is így működött ez. Nagyon szépen fejlődik a településünk, közintézményeink mind felújításra kerültek, újak az utaink, parkolóink, intézményeink, polgármesterhivatal, fogorvosi rendelő. Ahogy a polgármester mondta, a 2023-as költségvetés főösszege több mint 600 millió forint. Emellett pályázatok is segítik a település folyamatos fejlesztését. Jelenleg elbírálásra vár például a bölcsöde tornaszobájának kialakítása. A művelődési ház energetikai felújítása viszont már megkapta a pozitív elbírálást, így a tervek szerint idén nyílás zárócsere, valamint a padló és mennyezeti burkolat felújítása is elkezdődhet. Az idei fejlesztések közül még van nekünk olyan, hogy megvásároltunk itt a településen egy épületet, amelyből 2 darab szociális lakást alakítunk ki. Ez már hamarosan átadásra is kerül. Aztán volt a településen olyan ház, amelyiket árverezték, és nem volt
tulajdonosa hozzátartozója, és azt is megvásárolta a település, és akkor hát nagy célunk ez a művelődési házfelújítás, mert ez nagyon nagy feladat. Aztán van a külterületi útfelújításunk, ami a Tisza partjára vezet le, két ágba is, és így a turisztikai fejlesztéseknek is szeretnénk eleget tenni. Nagy vágya az önkormányzatnak és az itt lakóknak, hogy a már meglévő kerékpárutakat összekössék újabb szakaszokkal. Tiszalök, Rakamaz és a 38-as főút felé is vannak még hiányzó részek, ezeket szeretnék kiépíteni a közeljövőben. Rangos elismerést, a Szent Györgyi Albert orvosi díjat vehette át nemrég Obbágy Veronika tüdőgyógyász. A főorvost a betegei jelölték és szavazták meg számára a díjat. A díjazott több mint 40 éve gyógyítja a betegeket a vármegyében, 13 évig pedig a megyei városi tüdőgondozóintézet vezetője is volt. Obbágy Veronika 35 perc című műsorunkban azt mondta, az elismerés valódi visszaigazolása munkájának. A Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepségen vette át a 2017-ben alapított Szent Györgyi Albert orvosi díjat Obbágy Veronika. A tüdőgyógyász főorvos 40 éve gyógyítja a különböző légzőszervi betegséggel küzdő pácienseit. 35 perc című műsorunkban azt mondta, azért is különleges számára a mostani díj, mert betegei jelölték és szavazták meg rá, így az valódi visszaigazolást jelent számára. A kórházamtól annak idején Semmelweis díjat kaptam, a szakmától Schweiger Otto díjat, az is a tüdőgyógyászati szakmában egy nagyon nívós elismerés. A görögkatolikus vagyok, és az egyházamtól Szent Miklós díjat kaptam. Talán azt tartom a legnagyobbnak, mert hát az egy kicsit a lelkemhez közelebb áll. És akkor most a betegektől. Tehát ebben kitől kaptam, ahhoz annak vagyok jobban hálás, de ez egészen meglepetés volt. Tehát ez azért kedves most nekem, mert én már erre nem nagyon számítottam. Én mindig csak adtam a betegnek, ez volt a lelkemnek a jó, meg tényleg egy természetes, tehát nem kötelességből tettem soha, hanem ez egy természetes dolog volt. És akkor nem is számítottam rá, véletlenül vette észre a férjem, hogy ott vagyok a listán, és akkor hát már nyilván figyelgettük, hogy lépegetek előre. Nagyon sok betegnek vagyok hálás. Obbágy Veronika 1981-ben szerzett diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán, 5 évvel később szakvizsgázott le tüdőgyógyászatból. Kezdetben a Dotet tüdőklinikán, majd Máté Szalkán dolgozott, 2000-től 2013-ig pedig Nyíregyházán vezette a megyei városi tüdőgondozóintézetet. A főorvos azt mondja, az orvostudomány fejlődésével ma már sokkal jobban kezelhetőek a légzőszervi betegségek, a dohányzás okozta problémák azonban ma is gyakoriak. Nem nagyon tudunk ezen, vagy nagyon nehezen tudunk változtatni ehhez az embereknek a hozzáállása és az akaratereje kellene. Mindig azt mondom, hogy itt dől el a fejben, és akkor abba lehet hagyni a dohányzást, akárhány év után. Van erre nagyon sok jó példa a betegeim között. Tehát amikor indultam, akkor nagyon sok volt a TBC-s. És elsősorban a bentfekvő betegek között asztmás, COPD-s betegek voltak, mert és főleg asztmások, mert azokat volt nehéz otthon jó gyógyszerekkel gyógyítani. Kevesebb volt a tüdőrák. Ma a fekvőbeteg tüdőgyógyász osztályokon, tüdőgyógyászati osztályokon elsősorban tüdőrákos betegek fekszenek, TBC már csak gócpontokban van, és aránylag jól tudjuk kezelni. A díjazott főorvos azt mondta, a koronavírus járvány miatt használt maszkok sokat segítettek abban, hogy csökkenjen a tüdőt is érintő fertőzések száma. Ugyan most már nem kötelező a maszk használata, de a főorvos szerint zsúfolt helyeken ezek után is érdemes feltenni.
A végéhez közeledik a Nyíregyházi Városi Kispályás Bajnokság 2022-23-as idénye. 5 csoportban már eldőlt a bajnoki cím sorsa, 5 csoportban pedig még nyitott az elsőség kérdése. A csoport győztesek számára június közepén rendezik meg a szuperkupát, egy hónappal később pedig már a Sóstói Strand Foci Fesztiválon lépnek pályára a kispályás csapatok. Ezzel a kezdőrugással és kapuralövéssel rajtolt az elmúlt év augusztusának közepén a Nyíregyházi Kispályás Bajnokság 2022-23-as idénye. Azóta közel 600 meccset játszottak le a csapatok. Az elmúlt hetek esős időjárása miatt jó néhány mérkőzés elmaradt, azokat folyamatosan pótolják. 5 csoportban még nyílt a bajnoki címért folyó küzdelem, 5 csoportban viszont már megvan a győztes. Az A csoportban az igazi nagy Piccolo család az behúzta most a bajnokságot, tulajdonképpen ők megnyerték már a terembajnokságot is, szuperbajnokok voltak, ez egy óriási csapat, hiszen szurkolótáborral együtt jönnek ki nagyon sokan, és már egy héttel ezelőtt megnyerték a bajnokságot, tehát az A csoportban, az elit csoportban lettek ők elsők, a C csoportban majdnem 100%-osan sikerült a Real Birsnek, de két héttel ezelőtt az Elszerbéti elkapta őket 2,5 évi veretlenség után, de viszont magasan megnyerték már a bajnokságot. Az E csoportban a Sajtos Pogácsa, ott a kézilabdások vannak összegyűlve, tehát gyakorlatilag több régi futbolista is játszik a csapatban. Az F csoportban Nativus csapata nyert, és az öreg fiúk első osztályban viszont a John Bull korona csapata nyerte már meg a múlt héten a bajnokságot. A bajnoki cím megszerzése mellett plusz motivációt jelent a csapatoknak a nemzetközi porondra lépés lehetősége. Magyarországi Mini Futball Szövetség felajánlotta azt a lehetőséget, hogy mivel hogy kimondottan magasra értékelik a Nyíregyházi Kispályás Labdarúgó Bajnokságot, hogy az A csoportnak a bajnoka és a második helyezettje, illetve a szuper kupa győztes csapat, valamint az öreg fiúk első osztály bajnoka részt vehet Hajdúszoboszlón egy nemzetközi porondra való kikerüléshez, egy bajnokok tornáján, és ez nagyon nagy kitüntető dolog számunkra. Ezen túl még gyakorlatilag a terembajnok is részes ennek, de viszont a terembajnok az ugyanaz, mint a Piccolo söröző, tehát az A csoportban az első helyezett. Ezzel nagyon komoly értéket képvisel a mi bajnokságunk. Én büszke is vagyok rá, hiszen a mi csapataink akárhol elmennek az országba, mindenkit legyalulnak, tehát kitűnő futballisták vannak itt, és én nagyon örülök ennek. A szuperkupát a csoportgyőztesek és a két legjobb második helyezett számára a bajnokság végén június közepén rendezik meg. Azt követően pedig már a Sóstói Strandfoci Fesztiválra készülnek a játékosok. A 11. tornán július 20-tól 23-ig rúgják majd a labdát a homokon a kispályás specialisták. Május 29-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka derült tiszta idő várható vármegyénkben, eső nem várható, a hőmérséklet 9 és 11 fok között alakul. Kedden napközben marad a nyárias meleg idő csapadék nélkül, a hőmérséklet 23 és 25 fok körül várható.